Hoztak egy olyan rendelkezést, hogy meg akarják szüntetni a mi szakunkat is, illetve a nemzetközi tanulmányosok szakját, és hát ugye ez minket fel is háborít, és szeretnénk ez ellen tenni. Meg mindenki érzi ennek a dolognak a súlyát itt az egyetemen. Most, ahogy reggel bejöttünk, nekem teljesen az az érzésem volt, hogy itt valami történt, és így mindenki, mintha így rohangál, hogy jaj, mentsük meg az egyetemet. Nekem elég nehéz volt kiválasztani, hogy hova menjek tovább tanulni, és úgy érzem, hogy itt megtaláltam azt, hogy mit szeretnék tanulni. És nem hiszem, hogy ez jó másokat is megfosztani attól az örömtől, hogy megtalálják a helyet, ahol ők tanulni szeretnének. Akkor ti még nem voltatok nagyon ilyen diáktüntetős dolgon soha? Nem. Ez még új. Igen. És milyen? Tényleg? Hát izgalmas. Jó látni, ahogy így mindenki egy célért itt együtt van. Igen. Mi is megkaptuk a lehetőséget, hogy választhassunk, hogy mit szeretnénk tanulni, és ezt szerintem másoknak is joga van ugyanúgy választani, és most ezzel így elvennénk tőlük egy választási lehetőséget. Amennyire én tudom, ettől az egész TATK bedőlne. Olyanokat hallottam, hogy a PPK is így valahogy célkeresztbe került. 2,5 éve is ugyanitt voltam, és részt vettem mind a fórumon, mind a vonulásban, és azt gondolom, hogy amit a kormány akar csinálni a szakokkal, az észszerűtlen, igazságtalan és végtelenül ostoba, és ezért azt gondolom, hogy ez ellen fel kell emelni a szavunkat. Világossá vált előttem, vagy legalábbis vizionálom azt, hogy most kezdődnek a tárgyalások. A HVG online-on láttam a minisztérium egyik sajtóközleményét, ami szerint pártpolitikusok gerjesztik a diáktüntetéseket, és arra kérik az érintetteket, hogy ne üljenek fel a provokációnak. Nem erről van szó. Most nem látom itt azt a molinót, de a Facebook oldalon kint van, azt olvashatjuk, hogy a TATK a munkahelyünk, az otthonunk, a családunk, itt van? Én nem látom. Ez az elköteleződés, ez a szellemiség az, amire büszkék vagyunk, ez az ELTE Társam Tudományi Kara. Mert azt ismerik fel, hogy Európa és a társadalmunk komplex, összetett, és így, csak is így érthető meg, mert a jelen és a jövő interdisziplináris, nemzetközi és társadalmi kapcsolatokra épül. Ne döntsenek rólunk, nélkülünk. Ezeknek a szakoknak a megszüntetésével szembe megy a kormány a nemzetközi és az európai trendekkel, alássa a jövőnket, és végképp el lehetetleníti Magyarország érvényesülését a világban. Formos megszavazta, hogy mindenki átvon a BM-re. Te is erre tartasz, igaz? Arra bizony. Tömegre számítok, legnagyobb tömegre. Meg nagy vonulásra, át a hídon. Ami mindenkinek érdeke, a lényeg az, hogy vonják vissza a javaslatot, vonják vissza az előterjesztést, és legyen autonómiája az egyetemeknek. Ezért megyünk át. Az viszonylagos újdonság, hogy oktatók, hők meg hasonlók szerveznek felsőoktatással kapcsolatos tüntetéseket. Te hogy kerültél ebbe? Én a nemzetközi tanulmányok szaknak, a szakos hallgatói érdekképviselete vagyok. Ez az egész dolog, amit itt láttok, alulról szerveződött, mi kezdtük el, és a TATK hallgatói és oktatói itt vannak velünk és mellettünk. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a hallgatók ezt össze tudták hozni, és közösen tudjuk ezt produkálni. És ezt nem fogjuk abba hagyni, amíg el nem érjük azt, amit szeretnénk. Az Asztórián vagyunk, ahova az ELTE-n fórumot tartó diákok és oktatók a felsőoktatási törvény legújabb módosításának tervezete ellen tiltakozók érkeznek mögöttünk. A menet az ELTE TATK, a Társadalomtudományi Kar épületétől indult el. A Műszaki Egyetemnél felszívta a hozzájuk csatlakozó műszaki egyetemistákat, és most tart valamerre a városban. És sok mindent tanultam ezzel a szakon, de talán az egyik legfontosabb az pontosan ez a szolidaritás, és az a társadalmi kiállás a másik mellett. Hogy attól, hogy most pont nem konkrétan a mi problémánk, vagy a mi szakunk, az nem jelenti azt, hogy nem lesz ránk hatással. Hát most vonulunk, mégis szép az idő, hangosak vagyunk, úgyhogy, és békés a vonulás. Úgyhogy ezért remélem, hogy valamit mégis csak felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez mindenkit érint a probléma, és minden ilyen kis picibe kezdődik. Aztán a végén már nem lesz semmilyen választási jogon. Ha nem lesz hatása a mostani kiállásnak, akkor így ennyi volt a játékból, hogy csináltak meg? Nem, folytatjuk.
Én most még pontosan nem tudom, de hogy mi lesz ez után, de elután úgy, hogy össze fogunk ülni. Nyilván kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz erre a reakció, arra fogunk mi is reagálni. De az, hogy most erre, mert ez pontosan arra van szó, hogy ezt lebegtetik. És mert hogy akkor, amit most mi mondunk, hogy erre tudják majd mondani, hogy ugyan már mi ezt nem állítottuk konkrétan, ti vagytok a hülyék. Csak itt az a probléma az egész lebegtetéssel, hogyha meg nem mondanánk rá semmit, akkor ez csak úgy átcsúszna. Így meg valóban vissza lehet nekünk vágni, hogy ez pontosan nem így történt, meg nem így mondtuk, de inkább legyen ez. És reagálunk a következő hülyeségre, mint hogy ne reagáljunk sehogy.